Rubens meghalt. Zene. Mergi. A nagy Rubens utolsó szavai, uraim, Mergit. Több köszvényt. A fény festője és a köszvény. Mehelemből hivattunk orvosokat, de hiába, már semmit nem csinált, csak olvasott, olvasott. Seneca, mindig Seneca, a síró Herakleitosz, a nevető Demokritosz. Ha dolgoztam, megnőtt bennem a szeretet. Megnőtt bennem a szeretet. Zene. Fess, ne kényeskedj. Fess, ne kényeskedj. Zene. Ó, szín, festék, forma, szó. Miért hagysz el engem? Miért hagysz el engem? És még néhány utolsó szó. Bevégeztetett Jézus. A nap az Isten. William Turner. Elég, Immanuel Kant. Minden olyan unalmas. Churchill. Hát senki se érti, Joyce. Volt 18 viszkim. Azt hiszem, ez a csúcs, Dylan Thomas. Immer Besser, immer Heitere. Schiller! Oscar Wilde? Vagy ez a tapéta megy, vagy én. Rembrandt! A nagy Rubens utolsó szavai. Uraim, Rembrandt. Mehelemből hivattunk orvosokat, de hiába. Bagatelle, engem nem érdekel a halál, akkor se, ha az enyém. Ha nem lenne halál, művészet sem lenne. Akkor ez még kis hülye. Mindent megfestettem. Az egész világot. Nem tudsz olyan nagy, vagy olyan kicsi tárgyát a világnak mutatni, ami ne volna ott valamelyik képemen. Minden ott van. Ha valamit látni akarsz, ott van. Na jó. Lehet, hogyha virág, tulipán, stb., akkor Bruegel csinálta. Bársony Bruegel. Ha meg állat, akkor Schneider. Virágban verhetetlen, holban verhetetlen. De az én képen. Tehetségem oly figyelemre méltó, hogy nincs az a vállalkozás, lett légyen bármi hatalmas, vagy tárgyát tekintve sokrétű, mely önbizalmamat megrendíteni valaha is képes volna. Milyen igaz. Megrendíteni az sose. Akárcsak az én tehetségtelenségem. Az én tehetségtelenségem és az én önbizalmam kéz a kézben. Nem vagyok gőgös, csak tehetséges. De ez legyen az ég problémája. Mindent a fennemvalótól kaptam, és mindent neki is adtam vissza. Én nem foglalkozom a tehetségességemmel. Tudomásul vettem, és dolgoztam. Egész életemben dolgoztam. Festékszagú az életem. Már bocsánat, mester, de vajon nem az-e a legnagyobb gűk, hogy a mester magát festőnek, festőnek méltóztatik mondani, és nem embernek. A mester, bocsánat, mester, olyan gőgös, hogy még csak mesternek sem mondja magát. Én például, már bocsánat, mester, hogy magammal hozakodom elő, hogy a magam személyét tolom előtérbe. Megjabálj, fiam. Igenis, de én muszáj vagyok, ün óm. Megjabálj, fiam. Én muszáj vagyok mindenek előtt is embernek tekinteni magam, és csak utána festőnek. Túlozni, túlozni ne. Festősegédnek. Tanulónak, a nagy Rubens műhelyének alázatos tanonca, háttér specialista,
liget szakember, felhő fodor megbízott. Nem elégedetlenség, elégedetlenség nem beszél belőlem, a helyemen vagyok. Mars bokája, az oroszlán farkának a bojtja. De Melbimbo az sose. Legfőjebb Medici Mária árnyéka. Ez vagyok én. Én nem küzdök a középszerűségemmel. Rubens mellett középszerűnek lenni, az maga a teremtés dicsérete. A mester mellett minden. Minden meglelte a maga helyét. Lett célom, amely megtalált engem. Szép kis cél metszeteket hamisítani. Azt hiszed, nem lehet mérföldekről látni a kezem nyomát? Mérföldekről? Az Isten fogja az én kezem. Mert aki festő, aki előbb festő, mint bármi más, a festő festője, festő, mint olyan, a fölött nincsen senki. Senki. Akit az Isten is festőnek teremtett, a fölött az Isten sincs. És a halál? Itt is mivel kezdték? Rubens meghalt. Rubens meghalt. Mintha más mondat nem is létezne. Kis szűcs, mit sütsz? Sós húst sütsz, kis szűcs? Csak egy példa. De hát úgy is volt, ugye, mester? Ne válaszoljon. Úgy is volt, hogy ő nem. Ha nem is örök életű, ez nem lett nyíltan kimondva, de meghalni. Meghalni. Te Bakusz, lehet-e örök életű az, aki kopaszodik? Mert kopaszodik, e felől nincs kétség. Kép sincs kopasz. Még Izabel volt az infáns nő Z-vel, és Izabella feleség S-sel, és már feltárultak a homlok hatalmas új terei. Nőtt egyre, csak nőtt a homlok. Meddig homlok a homlok? Vagy ami ugyanaz, hány angyal fér el egy homlokon? Minden esetre Rubens mester önarcképei kalapban gazdag önarcképek. Megjelentek a kalapok, az elegáns, nagy karimájú kalapok. A meghalás az nem az ő stílusa, ugye mester? Mindig azt mondta, ugye mester, nekem a halál túl komoly, túl sok, too much, túl komoly. Aztán elkapta a grabancomat, és azt mondta, no, fiacskám, mondjon komolyabbat egy női segnél. Mondjon komolyabbat egy női segnél. De ne ilyen banálisan, mester. Tudom. Én pedig azt feleltem, de ne ilyen banálisan, mester, mire ő elpirult. Felnőtt férfi, és elpirult, és azt mondta, tudom. De mi az, hogy nem euklidészi? Egy nem euklidészi segg? Komoly. Gyönyörű sztori! Úgy képzeljétek el, hogy itt állt Szent Péter, ott az Úr. Szakál minden, ahogy kell. A Rubens akkor érkezett. Aki elsőnek hal meg, az nyert. Szent Péter írta be az adatokat. Született 1577 Zígen. Hogyan lehet Zígenben születni? Na, mindegy, spondját rá. Anyja neve? Mária Pipellings. Jó név, mondja Szent Péter. CKX a vége, mondja ez a Rubens. Pardon, mondja Szent Péter. Süket kicsit. Egy bürokrata ne legyen süket kicsit. Az apa meg Jan Filius Jans, alias Rubens, férekúrt, hercogin Anna von Sachsennal, princesszin zu Oranien. Na szóval, Rubens abban a szép kalapjában feszített, csinos fiú. Maga nagy festő Rubens, mondja hirtelenül az Úr. Rubens meghajol valódi szerénység, amely nem tud nem álszerénység lenni. Nagyon nagy festő Rubens, még lejjebb hajol, mintha tornáztatná az Úr. De Rubens, maga egy közepes halott. Jó, mi? Közepes. Rubens maga egy közepes, baromi jó. Szent Péter semmit nem hallott. Foglalkozása
Nyalt ki a seggem. Így, Rubens. Gyönyörű sztori, nem? Mi a rosszabb? A halál vagy a köszvény? Lehet a világ legnagyobb festője közepes halott. Hogyan lehet Ziegenben születni? Lefesthető a világ? Mit mondott Schiele Rubensnek? Csont a húsnak. Üvöltöztek egymással, vagy épp ellenkezőleg? Mesztelen a hús? Lehet, szabad, kell örülni az életnek? Mellékkérdés, mi az élet? Mit értünk seggárján? Igaz, hogy a Rubens képek minden egyes seggét. A lovakét is. Maga a mester festette, hogy ilyenkor egyszerűen elzavarta a segédeket, még az édes Van Dyckot is. Arrébb lögdöste őket, nagy levegőt vették. Ki lesz a bajnok az EB-n? Mit tanult konkrétan Rubens a matematikus Gödeltől? Igaz, hogy a nagy Richelieu bíboros ellenszenvét kimutatandó Rubenset következetesen Rubensnek, Monsieur Rubensnek hívta? Igaz, hogy a szerző, legyen az bárki is, hetek óta hatalmas seggű, rózsaszín combú, királynős derekú, gyönyörűséges, nagy debella nőkről álmodik. És mi következik ebből a darab nézőinek álmaira vonatkozóan? És vajon a kérdésekre választ kapunk-e az előadásból? Vagy más kérdésekre? Egyáltalán létezik olyan kérdés, amire választ kapunk? Vagy a szokásos. Válaszukra fogunk kérdéseket kapni. Kár, apám, hogy meghalt, apám. Tényleg kár. Nem ezt vártam öntől. Egy rendes apa, apám, nem ilyen. Egy rendes apa nem hal meg, mások apja hal meg. Egy rendes apa, apám, állatkertbe viszi a fiait. Oroszlán, tigris, tengeri malac. Egy oroszlán, apám. Egy tigris, apám. Egy tengeri malac, fiam. Elviszi az antwerpeni állatkertbe. És kirándulást tesztek a környékbeli hegyekbe. Végigjárják a németalföldi zordon bérceket, előbb a katolikus bérceket, azután a protestáns bérceket. Rendes apa mindent tud. Mindent? Azt tudtam. Csak azt nem tudtam, hogy a minden milyen kevés. Egy rendes apa azonnal véget vet a 30 éves háborúnak, és nyílve üti a békét. Nincs, amit jobban akartam, mint a békét. Nem tiszteltem önt, apám. De szerettem. Apám fordítva gondolta. Szeretni nem, de tisztelni nem. Fordítva gondolkodunk. Ahol apám fényt látott, én árnyékot. Én mindenhol fényt látok. Erről beszélek. Apámnak minden természetes, ezért minden jó. Sőt, szép. Apámnak a rút is szép. Apámnak természetes, hogy él. Természetes, hogy létezik a világ. Isten, Isten annyira természetes apámnak, hogy nem is érdekli. Isten annyira természetes apámnak, mint az ejdelmi sajt. Az ejdelmi sajt mindig volt és mindig lesz. Kérem apámat, ne szóljon közbe. Pogány, ön pogány apám. Gyáva pogány, mert apám föl sem fogja, hogy pogány. Apámnak az Isten egy jó indulatú herceg, vagy hercegnő, aki nagyvonalú életjáradékot és udvari festő címet szavatol apámnak. Egy biztosító társaság. ING National Naval Landing biztosító érték, hogy örök életünk. Elég! Neked az örök élet nem jelent semmit! Ne tegezz! Igen, apám. Apám a földi élet festője. Mutasson egy képet, ahol egy mákszanyi, egy körömpiszoknyi, egy leheletnyi transzcendencia van.
Egy képet, mert apám élete a képek élete. Egy képet, amely mutatná, hogy az örök élet, ez a kérdés valaha is foglalkoztatta apámat. Egy konkrét képet! Mi van itt? Művészettörténeti kurzus? Ruben Sacker? Szálljatok le rólam, imádkozzatok, ahogy egy halott jelenlétében illik. És veszekedjetek az örökségen, ahogy egy halott jelenlétében szükségszerű. Apám nem féli az Istent, hanem szereti. Apám mindenkit szeret. Igen? Ne szóljon közben! Bocsánat. Apám annyira elégedett a világgal, a teremtéssel. Ez még az urat is megnyugtatja. Megnézi apám egy képét, és csettint. De jó munkát végeztem! Fény! Apám nem csupán fényt lát mindenütt, de benne is fény van. Apám sugározza a fényt, apám! Ne higgye apám, hogy nem tudom, mi nagy dolog ez. Hisz így ott is fény van, ahová a teremtő már nem juttathatok. Gondolt már apám komolyan az árnyékra. Ne szóljon közben! Tudom, hogy a festészetről mindent, Isten, mindent tud. Nem érti apám, miért rémületes ez a minden. Mintha apám nem tudná, hogy a teremtés tökéletlensége az is része a teremtésnek. Mintha apám nem tudna a paradicsomi kiüzettetésről, a betegségről, a fájdalomról, a szenvedésről, a háborúról, apám, a háborúról! Virág az ember. Az embernek halála. Igen, iszonyú és rettenetes dolog, mert először sok betegséget, fájdalmat, lelki és testi töredelmet, sok bút, bánatot, háborút és röttegést az emberre hozván. Végre az lelket az testtől, nagy rémülésekkel és iszonyúságokkal, minden tagoknak és inaknak fájdalmával elszakítja. Az testet döggé, büdössé, porrá és hamuvá teszi. Döggé, büdössé, porrá és hamuvá. Virág az ember. Csak az a rohadt fény. Flandria, mint a paradicsom. Ön apám a képeivel kijavítja a világot. Úgy viselkedik, mint az Isten. Ön apám, ön erős. Nem is tud semmit a gyöngeségről, például róla. Miért kell reggel fölkelni? Ez egy kérdés, melyet ön apám soha, soha nem tett föl magának. Reggel az ember föl kell. Egyébként nem volna reggel a reggel. Ó, apám, legendás hajnali kelései együtt a tyúkokkal. Együtt az ecsettel. És még csak az sem igaz, hogy a munka, hogy a munka föl falta volna. Workaholic egyfelől, reneszánsz alkat másfelől. Apám, ön egy reneszánsz alkat. Ne szemtelenkedj. Anekdoták, anekdoták sora. Ahogy egyszerre fest, beszélget a látogatókkal, levelet diktál és Szenekát olvastat fel magának. Hiszen ön még halottnak is erős! Teli van tetvágyjal! Mindent megfestettem. Ne legyél már ennyire elégedett, bazd meg! Utamat megfutottam, munkámat bevégeztem. Mindent, mindent megfestettem. Nincs már dolgom a világban. Megtérlek égig, atyámhoz. Ugyan már! Soha egy másodpercet egyeztessük óráinkat. Soha egy másodpercet se szenteltél az életedből, vagyis a munkaidődből, az Istennek. De egyszer, mikor megijedtél, hogy meghalok, mikor a gyöngeség, a bennem tomboló gyöngeség olyan erős lett, már nem bírtam tovább, és zokogva a válladra borultam, és te szépen átöleltél. Remegett minden. Az egész testem remegett. És csak azt
Csak azt tudtam mondani, apa nehéz, olyan nehéz. Te ilyetten simogattál, és hála Istennek nem szóltál egy szót sem. Akkor imádkoztál. Rendesen imádkoztál. És szép szóval kérlelted az Úristen, ne szenvedjek annyit. Előbb kérleltem, aztán kiabáltam. Nem, uram, nem, ezt nem fogadom el. Nem akceptálom. Aztán üzleteltem bele egy képet, nem másolat, nem műhely, én. Fölajánlottam neki. Apám, szokásával ellentétben figyelmetlen volt, és így közel engedte magához a szenvedést. Én pánikba esett apám. Apámnál soha nem hal meg senki. Senki. Halni nem. Hiába van odaírva Szeneca halála, Szeneca nem. Krisztus sírba tétele, Krisztus nem. Caravaggio-nál halott, apámnál nem halott. Nincs halál. Önnél nincs halál. Félek a szenvedéstől. A szenvedés egy hülyeség. Nincsen értelme. Próbáltam, de soha nem tudtam értelmet tulajdonítani a szenvedésnek. Értelmet kihámozni. Soha. A szenvedés a teremtés butasága. Megalázza. Csak megalázza az embert. Nem igaz, hogy megtisztít. Nem igaz, hogy alázatra nevel. Nem igaz, hogy önismeretre nevel, hogy jobban megismerem magamat. Nem igaz, hogy jobban megismerem a világot. Nem igaz, hogy az Istent. Nem igaz. Nyissa ki, apám, egyszer a tévét. Vagy gondoljon a 30 éves háborúra, vagy... Nyissa ki a szemét. Emlékszik arra az öreg ember? Alig volt fiatalabb, mint apám. A romosháza folyó után, a Hetztemből jöttünk vissza Antwerpenbe. Satodösten, apám büszkesége, a vidéki kúria. Összefestettem egy házat. Minden tégláról, cserépről, ajtókeretről. Tudom, hogy hány munka, uram. Hagyja. Reggel Antwerpenbe kocsikázni, este Antwerpenből visszakocsikázni. Az öreg ember ül a rogyadozó háza előtt a koszos udvarban, a sárban vagy porban a szemét közt. Egy sovány kecske, egy sovány kutya. Bordák. Csak a bordákra emlékszem. Hasonlítanak a férfira, vagy a férfi rájuk. Bordák. Mindig ott ül rezzenéstelen arccal, maga elé néz. Reggel ha Antwerpenbe, este ha Antwerpenből, másnap is. A rezzenéstelen arcon nem az öregkor bölcsessége, nem az idő nyugalma, nem apám Szenecájának nyugalma. Azon az arcon nincsen semmi, csak üresség, tompaság. Túlélés, az élni akarás brutalitása, az van ott. A fájdalom van ott. Hogy minden nap szenvedés, minden pillanat, minden másodperc. Fáj a földnek a létezés. És teremté az Isten az embert az ő hasonlatosságára. Ha. Ilyen tehát az Isten arca? Kérdezem. Durva, közönséges, szemtelen, hideg, kegyetlen, kérdezem. Úgy hiszi, apám, egy flandriai nemes nézőpontja, univerzális, hogy egy ilyen tekintet mindent lát. Rubens vagyok. Mindent megfestett. A zsenialitásod mögé menekülsz. Leszarom a zsenialitásodat. És unam a zseniális képeire, dicsőség, hírnév, megenni lelket! A harc a démonnal. Nem látom a harcodat a démonaiddal. Nem démonok. Nekem nem démonaim, nekem angyalaim vannak. Neked démonaid vannak, nekem angyalaim. Szeretlek, fiam. Tudom.
akár a képeidről is tudhatom. Ránézek egy képre. Rólam készült, s látom, ezt a fiúcskát szeretik. Akinek így csillog a szeme, ilyen kedvesen piros posgás az arca is, haja így fényesen hullik a vállára, az nyilván mindenki. Nem sírok, csak a mondat. Elakadtam a mondattal. Belesültem a szerepembe. Szerepek vannak, apám, és én nem tudok köztük választani. Nem tudok. Nem akarok. Nem tudok. Nem akarom elfogadni, hogy előírt szerepek közt kell választanom. Hogy előre megmondjátok. Én egyedül akarom. Apámat persze ez nem zavarja. A legmagasabb nívón. Apám a legmagasabb nívón játssza a szerepeit. Királyok fogadják. Hercegek. Régensek. Régens nők. Infánsok. Infáns nők. Antwerpen tiszteli önt. És szereti. Tiszteli. És szereti. Ön csábít és hódít, mert ön szellemes és művelt és kedves. Apám, ön egy kedves férfi. Nem csúfolkodom. Ritka a kedves európai férfi. Ha? Nem kedves. Az európai férfi. Nem kedves. Ön, apám, kedves. És nagyságot sugároz. Ki tudna ennek ellenállni? És akkor még a képeket. Még nem is látták a képeket. Apám. Ön a legnagyobb élő festő. De ha meghal apám, akkor nem apám lesz a legnagyobb élő festő. Mi a rosszabb? A halál vagy a közben? Kedves barátom, ön egyszerre ragadtatja magát két egymástól fényévnyire eső dologra. Veszi a bátorságot, szenvedélyt, derűt, kedvességet, őrültséget, hitet és hanyatló reneszánsz kiegyensúlyozottságot. Egyszerre markolja meg rajtam azt, amit az ön társadalmi helyzetében lévő valaki, aki ha nem is rabja e helyzetnek, de felfogva ennek jelentőségét, nem markolhatna meg. És ugyanakkor, mintha nem is volna testünk, csupán vágyunk és extázisunk, mely a végtelenbe hív, mintha nem érezné a keze a húsnak, a húsomnak, mondjuk kinyíltan, áradó kövérségét, teltségét, kozmikusságát.
Pedig érzi, hiszen én magam is érzem, hogy érzi. Nos, ön a markolással együtt egy lélegzetvétellel mégis azt kérdi, mint hogy ezt megtudni legfőbb vágya. Ön egyszerűen azt kérdi, mintha tudnánk, mi az egyszerű, vagy mintha tudnánk, mi a bonyolult, azt kérdi, mi a barokk? Sok ez így együtt, barátom. Ez a sok a barokk. Úgy, Rubens, most pedig megfestheti, amit markolva mindig is birtokolt, a világot. Konkrétan a seggem. A köszvényről kezdetben nem tudja az ember, hogy az köszvény. A köszvény kezdetben nem köszvény, mert nincs neve. De csak aminek neve van, az valami. Csak amiről képet tudok csinálni, azt látom. Igaz, mindenről tudok képet csinálni. A köszvény nem kezdődik, hanem egyszerre csak van. Ott áll. Milyen fáj, Rubens? Egyszer csak valami kicsi nehézség, nehézkedés, súly jelenik meg az emberben, mintha egy titózatos lény élne benned, egy kis állatka. Mászkálna az ereidben, a csontjaidban, csöndesen, finoman siklana. Nem is volna semmi baj, ha nem éreznéd, hogy ez az ismeretlen lény, ez a neve sincs létező, nő benned. De bizony ezt érzed. Azt érzed, hogy nő benned valami súly. Még nem emeled nehezebben a lába. Nem mozgatod nehezebben a kezedet, melyhez már hozzánőtt az ecsem. És ha mégis elejtenéd, ha nem is könnyedén hajolsz utána, nem vagy sudárnátszál, az tényleg nem vagy, de gondolkodás, fontolás és számolgatás, vagyis még félelem nélkül nyúlsz utána. De hát nem is a mozgásodban érzed a nehezet, nem a mozdulatokra csap le a név nélküli szörny, amely most még csak, mint valami kis állatka, nyúl, nyulacska, vagy mókus, tengeri malac, hanem egyik nap már ártatlanul eszedbe jut, hogy van vállad, van lapockád, hogy a hátod egy súlyos tömb, márvány, de még inkább agyak, vizes, nyirkos agyak. Az egyik nap eszedbe jut, a másik nap érzed. Érzed akkor, akkor is, ha nem gondolsz rá. Lassan megmutatkozik ki az úr a háznál. Nehezülést érzel, amelyet szeretnél, most már szeretnél fájdalomnak nevezni. Aztán következik az izmok. Az izmaidat egyre inkább drótként érzed. Dérlepte rozsdás vasak kavarognak benned. Bolyong benned a fájdalom, akár a szégyen. Bolyong benned a fájdalom, akár a szégyen. Aztán vége a bolyongásnak is. Megérkezünk. A csontokhoz érkezünk meg, rosszul mondom. A csontok végéhez. Igen, az ízületekhez, melyek mint a homokkal hollának teltek. Hallod a
nyikorgást, és érzed a homokszemek surlódását, és hirtelen az az érzésed támad, hogy meghalt az állat. Megdöglött az a lény, de ott maradt benned. Dökkút vagy. Dökkút! Idáig jutottál, megnyugodsz. Úgy érzed, átlátod a helyzetet. Felfogtad, birtoklod, uralod. Nem hazudsz magadnak. Helyzetet nem nevezed jónak. A helyzet reménytelen, de nem komoly. A helyzet komoly, de nem reménytelen. A helyzet nem reménytelen, és nem is komoly. Mi is van még? Igen. A helyzet komoly, de reménytelen. Ez lesz a következő lépés. Kicsit lelassulsz, nyöksz, szuszogsz. Ha megfordulsz az ágyban, munka. A dög benned veled fordul, miközben sikonganak a forgókban a homokszemek, de nem félsz. Beletörődtél, mert azt hiszed, hogy csak öregszel. Nem, nem öregszel, Rubens. Öreg vagy. Én fiatal vagyok, te öreg vagy. You are my destiny. Beletörődtél, mert azt hiszed, hogy csak öregszel. Élvezed a nagyvonalúságodat. Tetszik neked, hogy így halad általad is az idő. És elfogadod, hogy ennek ára van. Látsz egy rendet, és látod benne a helyedet. Ez megnyugtató. Tényleg. Nem félsz a haláltól sem, de amikor halált mondasz, nem a férgekre gondolsz, akik a föld alatt lakmároznak belőled, hanem a mennyek országára gondolsz. És akkor történik egy pici változás, amelynek nem tulajdonítasz jelentőséget. Ez hiba. Hiba, de elkerülhetetlen. Mert ez a változás nem úgy csap le rád, mint a vihar, vagy a svéd király csapatai. Vagy ülsz a hecteni házad tornácán, és egyszer csak vad, vérszívó szúnyogok hada. Hada? Még hogy hada van, vagy volt-e egyáltalán Hollandiában szúnyog? A szúnyog inkább katolikus. Egyáltalán van-e a tenger mellett szúnyog? A Duna mellett van, tudom, ismerem, akarom. Lehetséges, hogy a szúnyog par excellence közép-európai jelenség. Egy central Europe dream. Nem, mégsem közép-európai. Az túlságosan finom, nem elég brutális. Ha közép-európai lenne, álomkúrt terjesztem minimum kalkulóra. Cecelígy, glassina palpál. Tehát az meg afrikai. Akarunk itt mi most a közép-európai kultúra afrikai eredetéről értekezni? Az élet kemény. Lehet, hogy nincs vallon, flamand, holland szúnyog. Ismerik azt a viccet, hogy a belga Appelplatzon jobbra álljanak a vallonok, balra álljanak a flamandok. Egy ember maradt középen, a nagy térség közepén egyedül, Kón. No, tisztúr kérem, hát az igazi belgák hová álljanak? Nos, hogyha nincs szúnyog de facto, legyen a szúnyog metafora de facto. És egyszer csak vad, vérszívó metaforák hadat. Ez reménytelen, és mi? Igazi metaforák, igazi vérszívú metaforák hada, hova álljunk? Szóval nem úgy csap le rád, mint a vihar, vagyis nem svéd, nem szúnyog,
nem valami ismert vagy ismerhető, hanem valami kitalálhatatlan csaplerád. Olyan váratlanul, hogy elakad a szavad. Semmit nem ismersz. Semminek nem tudod megvetni a hátadat. Mintha sötétben fekete fények villannának. Villannának! Afrika! Fekete fények! Rubens! Hát akkor tényleg baj van, hogyha látszik az alagút vége, amely szintén fekete. Afrika. Lehet, hogy mégis Afrikában kötünk ki? Ki tudja? Tessék, ki tudja, mi ez? A holland gyarmatosítás kezdete, mint kezdet? Az európai nagyképűség vége, mint vég? Szép kilátások. Mi, Rubens? A halál nem része az életnek. A közvény, az igen. Valamire készül a tested, de mire? Vajon mire? Kitörés előtti tűzhányó, az vagy? Tűzhányó, csak tűz nincs benned. Most már semmi sincs benned, csak a jövő, csak az, ami lesz. De mi az? Vajon mi? Úgy érzed, hogy ennél a várakozásnál nincs rosszabb. Vagyis megint reménykedni kezdesz, és várod, hogy akkor történjen meg az a rossz. Legyen végre itt! Törjön ki a tűzhányó. Legyenek disznónagyságúak a hangyák, meg a szúnyogok. Mindegy, csak történjen meg. Nincs ennél rosszabb, csak történjen meg végre! És akkor megtörténik. De nem tudsz egy pontot kijelölni, hogy most? Nincs kitörés, ejakuláció, fájdalomszökőkú. I can get no satisfaction. Jogdíjas, de pénz nem számít. Azonnal minden után vagy. A fájdalom nevetségesen kicsiny helyekre koncentrálódik, ilyen a nagylábúj bütyke. Lázad van, és hidegrázásod. Éget és elönt mindent, illetve éppen fordítva. Te zsugorodsz oda a fájdalomhoz, oda le, a nagylábúj bütykébe, azonos vagy a bütyökkel. Az égető lüktetéssel, amelyen kívül nincsen más. Nincsen a spanyol király, nincsen az angol király, nincsen a svéd király, nincsen a német-római császár, nincsen az infáns nő, nincsen Hallgatag Vilmos fia. Az ő mamája kurt félre a Rubens papájával. Csak hogy értsék. Nincsen semmi. Még a képek sincsenek. A bütykön kívül talán csak Richelieu bíboros van. A mennyekországa sincs, csak a csont, csak a lüktetés, csak a fájdalom. És terjedni kezd benned a fájdalom. Belakja egész testedet, lakást talál benned. A fájdalom egy gonosz tante. Mindkét kezében kötőtű és ragyogva hazudja, hogy nekünk köt. Réglit, sálat, pulcsit. Pedig csak arra vár, hogy beléd mártsa a tűit. Fáradt vagy. A fájdalomtól púposodsz. Se hús, se izom, se csont. A fájdalom púp vagy. A fájás púp. A fájás púp. Akinek így fáj minden porcikája. Miként hihetné, hogy valaki is szereti őt? Én nem szeret senki. Én mindenkit szeretek. Az kevés, édes. Én mindenkit szeretek. És engem meg senki. Én mindent megfestek. És amit megfestek, szeretem. És engem még nem szeret senki, ez az igazság. Na, milyen fáj, Rubens? Az egész, Rubens! Ekkor megpróbálod lekenyerezni a fájdalmat. Simogatni kezded a kötőtűt.
és szerelemért könyörögsz neki. Vigyázz rám, édesem, hiszen minden olyan törékeny, az ember olyan törékeny. Vigyázz rám, rád bízom magam. Te legyél az, aki megúv minden bajtól. A fájdalom édesen elneveti magát. Édesen, te sem neveti. Legyen, ahogy akarod, drága Rubens, gyönyörű férfi festők festője. És akkor arcán, megvetéssel, undorral és ellenséges kéjjel beléd döfi a kötőtűit. Beléd döfi! Beléd döfi! Engedelmével, Urgődel. Kurt Gödel, matematikus. Meta-mate. Pardon? Meta-matematikus. Rubens, festő és mázoló. Értem. Ezt a szót használom legtöbbször. Értem. Vagy ami ebben az esetben ugyanaz, nem értem. Értem. Ne higgy, hogy nem értem. Festő és mázoló. Tudom, nem az álszerénység beszél önből. Egy zseni nem is tud álszerény lenni. Nem magamról beszélek. A 20. században nincs zseni. Megszűnt ez a műfaj. Okosságok vannak. Ön Rubens mester jelzi, és igaza van a kettőnk közti különbséget, a felfogásunk közti különbséget. Nekem nincs felfogás. Ez is egy felfogás. Látom, rossz kedvű. Tudom, tudni vélem, értem miért. Ön azért rossz kedvű kapcsolatban. Tényleg rossz kedvű van. Mert meghalt. Önnek ez vallja be a kedvét szerte. A halál miatt elment a kedve az egésztől. De ez így pontatlan. Épp a halál miatt nincs egész. És nekem az egészhez volt kedvem. Igen. Ha jól értem, ön mindent szeret, ami van. És nem érdekli, ami nincs. Önt a van érdekli. Engem meg matematikus vagyok, a lehet. Egy személyes ok. Volna még egy személyes ok, ami miatt kedvelem ezt az állapotot, a halál utánit. Enni. Mert itt nem kell enni. Enni. Rubens, ez volt a legrosszabb. Én senkiben a világon nem bíztam, Rubens, csupán két emberben. Én senkiben. Ön mindenkiben. Talán csak Richelieu-ben nem. Jó, persze, ő úgy van kitalálva, az ember, akiben nem bízunk. Meg talán gyanakodott, egy kicsit talán gyanakodott az édes Van Dyck-ra is, hogy esetleg ellágyul, hogy a felesége ellágyul, ennyi grácia és tehetség. Láttán ez összesen kettő. Kettő, aki nem. Nálam meg kettő, aki igen. A feleségem és Einstein. De Einsteinnél csak tejázni lehetett, rémes teja és száraz keksz, az is rémes. A németek teja rémes, soha ne teázzék némette, Rubens, sörözni igen, teázni nem soha. A feleségem etetett bizalom. Amikor ő kórházba került, nem volt, aki etessen. És mi történt? Nem volt, aki etessen. Nem ettem. De és mi történt? Lássa, hát itt vagyok. 30 évesen nekem már elegem volt az életből. Önnek sosem? Ön sosem tett be az élet csodálatával. Én szívesebben mondok világot. Nem élet, világ. Szem, ezt mondja ön, a világot a szem teremti, sőt a festés. Megfesti, van, nem festi, meg nincs. Agy, mondom én. A világot az agy teremti. Itt van például, csak példa, nem szakterületem, a nem euklidészi geometria. Arcátlanság talán az ön jelenlétében, az ön szeme jelenlétében geometriáról szólni. A térben ön jobban eligazodik. Bár a jobb olykor rosszabb. A szem
befolyásolja a fogalmakat. Definiálunk egy fogalmat, és jobban hiszünk a szemünknek, mint a definíciónak. Nézni is nehéz, elismerem, Rubens. De gondolkodni is. Tisztán gondolkodni nehéz. Nincs könnyű gondolkodás. A gondolkodás komoly. Komolyak a következmények. Új fogalmak. Új világok. A nem euklidészi. Mit lovagol ezen a nem euklidészin? Nem is szakterülete. Mert jól mutatja a felfogásaink közti. Nekem nincs felfogás. De különbség az a... Nos, mit is akartam mondani? Ez is egy felfogás. Érdekes, azt hittem a szemnek nincs humorérzéke. Nos igen, a gondolkodás, a fogalmak, az ember a semmiből képes új világot teremteni. Én meg a mindenből teremtettem új világot. Ezt az egyet, ami van. Újra teremtettem a világot, hogy látni is lehessen. Mert csak a képet lehet látni, és a világ önmagától, önmaga által nem kép. Nézze meg! A nők, önt ugye nem nagyon, a nők nem nagyon érdekli. Hát inkább a fogalmak valóban. Meg hogy ki adja az ételt. Étel csak a feleségentől is, Einsteintől, de Einstein... Tudom, rémes tea, rémes keks. Látja, ez egy nő. De ez az igazi. Itt látod, ki ez a nő. Ez az élő, a valóságos. Ebbe bele lehet markolni. Látom a kis paradoxonok, a pöti paradoxonok nem idegenek öntől, de ugyanakkor azt is látom, hogy azt hiszi, a paradoxon az a gondolkodás fűszere, érdekesség, kis poén. Nem! A paradoxonok mélyebben tartoznak hozzánk. Itt van ez a nő! Helene! Minden bizonyos, most már én is látom. Itt van ez a nő, és most tegyük fel, Rubens, tegyük fel, hogy aláírjuk. Hová alá? A nő alá? A kép alá. Ez egy kép aláírás, nem nő aláírás, tehát aláírjuk. Ez nem egy nő. Ért engem, Rubens? Ne higgye, hogy buta vagyok. Gondolkodtam, úgy mondom. De ez egy nő. A szavak árulása. Ez önt, Rubens, hidegen hagyja. Mondatok. Nem érdeklik a mondatok, szavak? Nem érdeklik a szavak? Egyszer Niels Bohr, dán atomfizikus, mosogatáshoz készülődött. Passzionásus mosogató volt. A mosogatás és az atomok, ez a kettő foglalkoztatta. A mosogatás egyfelől, az atomok másfelől. A mosogatás, mondta Bohr, mint a nyelv. Koszos a víz, koszos a törlőruha, és mégis tiszta lesz a pohár. Tisztázatlan fogalmak, tisztázatlan érvényességű logika, és mégis a remény, hogy tisztaság, hogy tisztaságot teremthetünk. Fess és ne kényeskedj, ezt mondtam a tanítványaimnak. Fess és ne kényeskedj, ezt mondtam magamnak is, és betartottam. Hú. Az absztrakt fogalmak harmóniája. Tiszta matematika. A gondolat, mint természeti erő. Értem, mire gondol. A gondolat súlya. Például
valakit például fejbe csapni a logika könyörtelen bunkós botjával. Szellemes. Érted? Érti, félre. Ön Rubens nem képes kilépni ebből a világból. Ez a világ oly tágas és nagyszerű elbegyerbe közt éppen ön által, hogy ön itt nagyon jól el van. Azt hiszi Rubens, hogy én metaforákban beszélek. Nem. Úgy értse Rubens, mintha gondolatnak tényleg lenne súlya. Mintha volna mérleg, amely ezt tudná mérni. Önök hollandok. Flamandok. Meiner Gödel. Flamandok. Önök flamandok, gyakorlatias emberek, szeretik mérni, megmérni a dolgokat. Egy rőf, 2 kiló 3 mérföld. Mi németek, ahogy Horst Köhler mondja, az ideák országa vagyunk. A nem euklidészi világ. Mit akar már megint ebben? Mit lovagul ezen? Nem is szakterülete? Látom, kézbe kell vennem a dolgokat. Nuszi! Nekem szakterületem. Nekem minden szakterületem. Sör, bor, pálinka, nők, eukaliptusz, euklidész. Nekem mindegy. A geometria kialakulását az emberi és az állami élet szükségleteinek kielégítése ösztönözte. A görögök jutottak arra a gondolatra, hogy a tapasztalati úton szerzett geometriai ismereteket logikai ellenőrzéssel lehet megbízhatóvá és pontosabbá tenni. A nevezetes görög matematikus, Euklidész, az Elemek című művében a geometria rendszerét alapfogalmakról szóló alaptételekre, axiómákra és meghatározásokra, definíciókra építette föl. Prosit. Mindenki aggódik. Itt a színházban aggódnak. Aggódó színház. Aggódó dramaturgia. Aggódnak, hogy nem értik. Euklidész? Nem értik. Nem Euklidész? Nem érti. Egyszerű. Ha én értem, te is érted, és én értem. Aggódó művészet. Prosit. Pont egyenes szög, stb. Ezek az alapfogalmak, és akkor van 5, 5 axióma. Ezeket nem bizonyítjuk, elfogadjuk, mint igazat. Például, hogy minden pontból minden ponthoz húzható egy egyenes. Ez így van, és kész. És akkor van az 5. Hát ez nagyon híres. Ez híresebb, mint Rubens és Gödel együttvéve. Még nálam is híresebb. Ez a párhuzamosok axiómája. Egy egyeneshez egy külső ponton át egy párhuzamos húzható, kb. Így szó. Na, nem akarom bonyolítani, hölgyeim és uraim, proszi. De ez ugyanaz, mint hogy a háromszög belső szögeinek összege 180 fok. Gimnáziumi anyag. Na már most tessék figyelni. Ezt az 5 axiómát elfogadva bizonyíthatók be a tételek. A geometria tételei. És ez így együtt az euklidészi geometria. A gyakorlati életben, a mindennapokban, hétfő, kedd, szerda, stb. Ezt használjuk. Na de ez a párhuzamossági axióma, vagy posztulátum gyanús volt. És megpróbálták a másik négy segítségével bebizonyítani. De nem tudták. És akkor azt tételezték föl, figyelem, föltételezés, hogy az 5. axióma nem igaz. Vagyis egy egyeneshez, bármely rajta kívül eső ponton át nem csak egy párhuzamos húzható, hanem sok. Vagy egy sem. Ez lett az új axióma. És akkor az derült ki, hölgyeim és uraim, proszit, hogy a régi 4, meg az új axiómára is felépíthető egy geometria, és ezt hívjuk? Hogy hívjuk ezt? Ezt hívjuk, na, nem euklidészi geometriának hívjuk. De van. Magyar vonatkozások? Vannak magyar vonatkozások, igen? Bolyai János matematikus!
A nem euklidészi geometria atya, tapsoljuk meg. Gyerünk, 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 gyerünk! De adjuk a magyar vonatkozásokat. Nem terelem önöket a magyar vonatkozásokkal. A magyar vonatkozások terhelők, mindig terhelők. Bern 1954, terhelő. 1956 forradalom, terhelő. Jövő órán feleltetés! Holnapkor repetálás. Adj! Nem agyjáték. A nem euklidészi világ az nem agyjáték. Ugyanolyan létező világ, mint az euklidészi. Az tehát, amit látunk. Nemet mondtunk valamire. Nem igaz az ötödik posztulátum, ezt mondtuk. És ebből a nemből egy hatalmas igen lett. Egy új világ. Brave new world! Egyenes. Tessék! Itt egy egyenes. Micsoda egyenes. Ennél egyenesebbet nem kívánok senkinek. És? Itt egy pont. Micsoda pont. Ennél pontabbat nem kívánok senkinek. Na már most, kedves német barátom, apropó német, Goethe. Goethét nem ismerhettem. Sajnálom, hogy Goethét nem. Goethe nekem való. Goethét értem. És ő is engem. Lássuk csak. Ezen a ponton keresztül húzunk egy párhuzamost ebben a kiinduló egyenessel. De csak egy van. Nézze! A többi metszi. Metszi. És ez nekem elég. Nekem az a világ nincs, ahol nem metszi. Nézze! Metszi. Metszit. Hát nem elég. Mit akar még? Többet akar. Maguk németek mindig többet akarnak. Többet akarnak, így a kevesebbet se birtokolják. Ideák. Az eget akarják, de még az Odera Neisse-t is csak ajándékba kapták. Az ég egyfelől, az Odera Neisse sem másfelől. Én sosem mondtam, hogy nem. Én mindig azt mondtam, igen. Igen, legyen. És lett. Itt van. Nem de? Itt van. Minden itt van. Nem de? Minden. Itt van. És a mindennél nincs több, nem de? Itt ellenkeznék, mester. Többféle minden van. Láttam, hogy ott, itt húzogatta ezt az egy árva párhuzamost, szegény párhuzam. Az euklidészi geometria, mint az igazság metaforája, nincs egyedül, mester, sokan gondolják, gondolták így. Háromszög. Megkérhetném? Volna szíves közelebb fáradni a hölgyhöz? Akkor tehát ott az a háromszög. Konstatálja, hogy a háromszög belső szögeinek összege 180 fok, egyben konstatálja, hogy a világban igazságban a rendszer működik, a rendszer igaz, van igazság és megismerhető. Ott van tehát ez a háromszög, és most tegyük fel, Rubens, tegyük fel, ne szuszogjon! Tegyük fel, hogy a háromszög szögeinek belső szöge nem 180 fok, nagyobb vagy kisebb, ne szóljon közbe, de nem 180. És ne kezdjen méricskélni a mindenit a gyakorlatilag holland fajtájának. Flamand. Flamand. Nem 180, higgye el, nem 180, húzogassa csak a párhuzamosakat, nem metszi. Nem metszi. Érti? Nem érti.
Hát maga csak akkor érti, ha megfesti. Hát akkor, Rubens, fesse meg azt a nőt, fesse meg ezt az új nőt, az új háromszöggel, újra kezdeti az egészet. Fesse meg az egész világot, ezt az új világot kiindulva ebből a háromszögből. Egyszer már megfestette. Akkor is a háromszögből. Ebből indultam ki. Szeretné, hogy elmagyarázzam a Heisenberg-féle határozatlansági relációt? Nincs mit, ennél jobban akarnék. Kívánnék. Szeretnék. Rubens, a világ megfesthető ön szerint. Az ember végtelen ön szerint, a megismerésnek legfeljebb gyakorlati határai vannak ön szerint, mindebben ön, ebben az elrendezésben, ebben a perspektívában a teremtő jó indulatát látja. Ön olyan tehetséges, Rubens, hogy ezt közvetlenül a teremtés javára írja. Ha ön hiú volna, gratulálna az Istennek, Rubenshez, bocsánat. De azt minden pillanatban látja, érzékeli, vágyakozza, hogy az Isten az embert a saját képmására teremtette. Korlátok az ön számára nincsenek korlátok, Rubens, talán csak a köszönöm. Az én évszázadom, a korlátozások évszázada. Nos, a Heisenberg-féle határozatlansági reláció. Nagyságos asszony, volna szíves? Föl s alá. Volna szíves járkálni itt. Úgy. Úgy. Ön kiválóan járkál. Rubens, figyeljen. Járkál. Most itt van, most meg amott. Hol gyorsabb, hol meg lassú. És most tegyük fel, Rubens, tegyük föl, hogy a nagyságos asszony egy elemi részecske. És most nézzük meg újra. Elemi részecske, ne feledje, Rubens. Akkor vagy azt tudnánk róla, hogy hol jár ott, ott, vagy amott, vagy azt, hogy mekkora a sebessége. Na de ismeretetlen. Tehát kegyet nem is elemi részecske. Jó van, elfogadom, mert nem érdekel. Elfogadom, hogy a világ olyan, mint a nő. Pontosan bemérhetni, Rubens, a nagyságos asszony helyét. Ott vagy amott. Aztán a sebességét. Lassú, gyors. De egyszerre a kettőt sose. Érti, Rubens? És nem azért nem tudja megmérni, mert nem elég jók a mérőeszközei, hanem elvileg nem tudhatja. Egyszerre a kettőt sose. Azért nem, de ez meglepő, Rubens, nem de? Szánszándékkal se lejtett? Nem hiszem. Az Úr szánszándékkal nem teremtett se lejtett. Hogy úgy mondjam, nem bűnöst teremtett az Úr, hanem szabad embert, aki így szabad a bűnre is. Nagy különbség. Nézze, én mint metaforát használom az Isten. Nem állítom, hogy a metafora irigy lenne, de arról gondoskodott, hogy ne nőjünk az égig. Ön, Rubens, oly magasan áll. Ábóvó majdnem az égben, hogy mindezt nem láthatja. Az ember végtelensége, az ember méltósága. Ezt mondja ön, Rubens. Az ember méltósága
a végesség felismerésének képessége és bátorsága. Ezt mondom én. Most én mondom, hogy szabad az ember. Korlátosságában is szabad. Mert tekintsünk például, jöjjön a ságos asszony, egy kellőképpen bonyolult rendszert. Azt mondta, a fogalmak. A fogalmak érdeklik, nem a nők. Öngődel egy depresszív alkat. Enni se szeret. Persze, hogy mindig csak a korlátokról beszél, mindig a nemről. Nem ért engem, Ruben. Tessék, megint egy nem. Az agyam nem depresszív, olyan, mint a maga képei. Az agyam sugárz. Van tehát egy bonyolult, de rendben lévő rendszerünk, a részletek azok nem érdekesek. Hogy ne volnának érdekesek a részletek, Gülden? Személyesen ellenőriztem mindig minden. Részmunkákat kiadtam. Bruegel virág, Schneider madár, de minden mögött én álltam. Én, Ruben. Jaj, ne bosszantson, Rubens, mert olyasmit mondok, hogy egy szót se ért belőle. Hát tudok én más hangon is beszélni, más húrokat pengetni. Rekurzív függvények, vagy Berry paradoxon. Akarja! Ne kellemetlenkedjék itt. Tehát... Milyen izgatott, Gödel. Hát persze. Szépség, Rubens. Szépség. Van tehát egy, mondjuk így, jó rendszerünk. Akkor be lett bizonyítva, én bizonyítottam be, de ez most mindegy, hogy szükségszerűen, érti Rubens? Szükségszerűen jutunk olyan állításhoz, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy igaz-e, vagy hamis. Érti Rubens? Hiába okos, mint a nap, akkor se tudhatja. Érti? Érti? A nem értést, Rubens. Igaz, hamis. Nem tudja. Nem tudhatja, mert elvileg sem tudhatunk mindent. Bábel tornya. Nem különös ez, Rubens? Az úr jónak látta összezavarni a nyelvünket. Nem találta helyén valónak, hogy túlságosan értsük egymást. Következésképpen, szóval, nagyságos az, hogy megkérhetném, hogy ne ficánkoljon itt. Szóval, ha a teremtés rendben, ha a teremtő jó indulatú, akkor nem tudhatunk mindent. Következésképpen, ha mindent tudunk, akkor nix rend, nix jó indulat. Akkor baj van az alapokkal, akkor férges a teremtés. Szóval, ahogy szereti mondogatni Rubens, ha ön mindent meg tud festeni, ha a világ megfesthető, akkor az épp bizonyíték volna a világ ellen, az Úr ellen, az Úr jó szándéka ellen. Mennél tökéletesebb volnék én, annál tökéletlenebb a teremtés. Bravo! Mely teremtésnek én is része vagyok. Bravo! Ez a paradoxon a dolog lényege.
Tudja, hogy hívott gyerekkoromban a mamám? Herr Warum. Így hívott. Miért? Maga nem a feleségem. És nem is Einstein. Akár egy német. Ulam, fiam, a szigorodat! Neked nincs is farkad. Neked csak elveid vannak. Jó, megengedem, tiszteletre méltóak. Becsegni, dumálni, beszélgetni, csak úgy, cél nélkül, a jó, a barátság érzetéért. Te képtelen vagy társalogni. Minden mondatodnak értelme. Rémes! Minden mondatod jelent valamit, és elvárod, hogy minden mondatom fontos lesz. Szükségszerű. Rémes! Hogy tartalmazom valami lényegest. Ha nem jut eszedbe semmi, hallgatsz. De hát ez embertelen fiam. Imádkozzatok, ahogy egy halott jelenlétében illik. És veszekedjetek az örökségen. Ahogy egy halott jelenlétében szükségszerű. Mit ripacskodik, apám? Mintha apám nem szigorú munkás lett volna. A tehetségének a rabja, a munka fegyelmezett dicsőítője. A farkam egyfelől, az elveim másfelől, ugyan már, mintha apám az érzékei rabja lett volna. Apám érzékisége nem a kévágyát növelte, nem a kévágyának a szolgálatába állította. A művészetének a szolgálatába állította. Apám szeretőt se tartott. Alig. Bár tartott volna, akkor nem minden volna ott a vásznon. Minden! Ott a vásznon. Jól van. Imádkozom. És pörösködni fogok ezzel a nővel. Egy kövér mesztelen szoprán. Kéne ide egy kövér mesztelen szoprán. Hogy a fiú azt mondhassa. Anya, te egy kövér mesztelen szoprán vagy. Kövér és mesztelen és fiatal. Én pörösködni fogok ebben a nővel. Apám feleségével. Kit az önutasítása szerint, apám? Anyámnak kell szólítanom, anyám. Anyám, noha éveinek száma megegyezik az enyémmel. És aki támulva bámul, az egész világ tiszteli anyám valagát. Ne szóljon közbe, apám! A seggét, a csöcseit, a rózsáson fénylő sonkáit. Nem tudsz úgy belépni egy képtárba, hogy ne lő! Az anyám kilóra mért hústömbjei! Belépett belépője egy hústömb! Anyám! Mindenütt őt látom! Nem tudom úgy besukni a szemem, hogy ne ezt a hústengert lássam ringani. Az ölgyeket, öblöket, dombokat, árnyékokat, fényeket, ingásokat, rengéseket, mozgásokat. Ha alszom, ha ébren vagyok, ha imádkozom, csak anyámat látom, aki nem is az anyám! Belefulladok a zsírba, az édes zsírba! Ne félj a hústól, fiam, a hús az ember. Ne félj a világtól. Ne menekülj, kicsi fiam. Te az Istenhez is csak menekülsz. Te az Isten nem egy életmentő csónak, fölfújható gumicsónak, ahová az utolsó pillanatban fölkapaszkodhatsz az élet gonosz árjából. Te az Isten nem egy mentő, nem egy oxigénsátor, egy vastüdő, egy művégtag. Az Isten, fiam, nem egy Bayer aspirin.
Ne beszéljen Istenről, apám. Ha valaki ne beszéljen Istenről, akkor apám. Még csak ne is hallgasson Istenről. Ne csináljon úgy, mintha érdekelné az Isten. Ne csináljon úgy, mintha én érdekelném. Nem csinálok úgy. A prémesnő. Magát az anyám se érdekli. Magát, apám? Csak az anyám segge érdekli. Minden segget. A hatalmas övr. Minden seggét. Minden egyes hátsó felet. Saját kezűleg. Nincs egyetlen egy tompor se, amelyet ne. Beleszámolva a lóseggeket is. Arrébb lögdöste segédeket. És abban a maga zseniális ecsetjével megérintette a vásznat. Megérinti. És ettől megváltozik minden. Igen. Maga apám nagy varázsló. Ezek a seggek. Kozmikus seggek. Kozmosz seggek. Miközben megmaradtak segnek. Mind közönséges segnek. Nix metafora. Gyönyörű rózsaszín varagok. A világ maga. A teljesség. Nem csak a kéj, a mámor helye. Az életöröm helye. Élni. Jó. Ezt mondják a maga seggei, apám. Az egyetlen hely a világon, ahol nem félek. Elképzelem magamat ott, mint egy dombom, és nem félek. Ez a maga nagy varázslata, apám. Maga reménytelenül boldog, apám. Ne sírj, kicsi fiam. Rubens meghalt. Mondat ez? Mondatnak mondat. Aki kétszer hal meg, annak nem hisznek. Hol vannak a képeim? A képeim! Az életem. Az Istenem. És a seggek! Hol? Állítólag a meg nem festett képek, képeim, azok a képek, amiket nem festettem meg, de hát én mindent megfestettem, amit megfestettem, az minden? Nyugodtan, Rubens, nyugodtan.